12. fejezet Démon Kett úgy festett, mint akinek kisült az agya. Nem hibáztathattam. Annyi minden zúdult ránk, hogy úgy éreztem, nekem is el kellene a védőruha. Feküdtünk egymás mellett, és egyre íten dolga járt a fejemben. Pedig pihennünk kellett volna, mielőtt Árcser visszatér, és a nyakunkba önti a következő adag, valószínűleg még a hírt. Kett némán hevert a karomban, de tudtam, hogy nem alszik. Neki is túl sok töprengeni valója akadt. Ha díj tévedtek a gondolataim, a legszívesebben a falba vertem volna a fejem, úgyhogy inkább azzal foglalkoztam, hogy kitaláljam, mi a fenek köze van ítennek a Luxen invázióhoz. És valóban ez volt az egymillió dolláros kérdés. Miért dolgoznának a Luxenek az originekkel? Amikor Árcser visszatért a több zacskónyi ruhával, neki is feltettem a kérdést. Oda dobott Kettnek egy csoki szeletet, én pedig arra gondoltam, vajon mennyit szed fel csak úgy. Erre felvonta a szemöldökét. Épp eleget, hogy tudjam, valahányszor egymás közelében vagyunk. Te azon képzeleksz, hogyan ütheted le a fejemet a nyakamról. Ezen elmosolyodtam. A csokim csomagolásával bíbelődőket értetlenül felnézett. Mi van? Semmi. Vágtam rá az egyik zacskóba lesve. Rámillő farmer találtam benne, ami több okból is furcsa érzés volt. Ami a kérdésedet illeti az origineket meg a luxeneket? Elcser az asztalnak támaszkodott és karba tette a kezét. Őszintén fogalmam sincs, mit lehet ezzel nyerni, ha nem számítjuk a szokásos, egyesítsük az erőinket és hódítsuk meg az egész világot dumát. Ez már közhelyes, jelentettem ki és túlságosan egyértelmű, helyeselt. Ketre pillantottam, az arc kifejezése, miközben a csokit olyan volt, mint valaki, aki belekóstolt a mennyországba, és pillanatokon belül szájon átjut el a csúcsra. Azt kívántam, csak ne volna bent árcsár, aki persze egy árnyalattal szélesebben kezdett vigyorogni. És azt is kívántam, bárcsak kiszállna a pokolba a fejemből. Tudtál itt Kérdeztem visszatérve a gondolataimat a témára. Átser a fejét rázta. Nem vagyunk olyan idegen rémségek, mint ti, hogy összeolvatjuk az elménket, vagy minden pillanatban tudhatjuk, hol van a másik. Amikor utoljára ellenőriztem, még része voltál az idegen rém családnak szóval. Kett letört egy darabot a csokiból, és felém nyújtotta. Megráztam a fejem, mire az ajkai közé vette. Vagyis sosem találkoztál itt önnel, és nem is hallottál róla? kérdezte Márcsert. Nagyon sok olyan origin létezik, akikkel egyáltalán nem kerülök kapcsolatba, vagy akiket nem láttam, amióta átvitték őket egy másik bázisra. A Dédelusznak sok bázisa van világszerte a fontos helyeken. Ha csak néhányan is, de átálltak a luxenek oldalára, nagy bajban vagyunk. Mert most nem, morogtam. Hát nézd, a gond ott van, hogy mi el tudjuk magunkat adni embernek, luxennek, vagy akár hibridnek is, és a gondolataidban olvasunk. Már fenékbe berúgott az egyik, akit Luxennek hittél. Valószínűleg nem is egyszer, ha hozzászámítom ezt az ethan akit emlegetsz. Problémás lehet, ha hiszel a szemednek, vagy annak, amit tudni vélsz, magyarázott tárcsár. Tegyük fel, hogy az originek közül néhányan, akiket egyébként politikusok, orvosok vagy katonák teljes erőbedobással a luxenek mellé állnak. Kialakítnak egy sejtet, de akkor mit tehetünk? Kett lemászott az ágyról, és a szemetesbe dobta a csoki papírt. Úgy értem, az nem lehet, hogy kész, végünk. Kell, hogy legyen valami, amit megtehetünk. Árcser arcára komor feszültség ült ki. Valami történik is. Kett megállt a szoba közepén, félelemmel kevert reményült ki a vonásaira. Micsoda? Árcser rám pillantott, ez elárulta, hogy egyszerű szavakkal nem lehet elmagyarázni, és tisztán éreztem, hogy a dolog semmi jót nem ígér. Öltözzetek át, és találkozzunk a folyosón, javasolta. Kett ökölbe szorította apró kezét. Mi az, amit elhallgatsz? Nem arról van szó, hogy nem akarom elmondani. Árcser kifelé indult. Csak úgy vélem látnotok kell, hogy elhiggyétek. Hát ez aztán nem felesleges titkolózás, vagy mi, de tök mindegy. Felegyenesedtem, és a nadrágom derekához nyúltam. Árcser még mindig az ajtónál várt, kérdő pillantást vetettem rá. Ha csak nem akarsz teljes, dicső meztelenségemben látni, jobb, ha most mész. Nem, köszönöm, válaszolta utálkozva. Gyorsan átöltöztünk, a tény, hogy Ketre is tökéletesen illett a farmerje, újra előhozta a régi, verjük pofanár csertábrándomat. De két évvel festett. Sokkal inkább önmaga volt a sötétkék nadrágban és a könnyű szürke felsőben, a haja lágy hullámokban száradt meg. Mintha arra készültünk volna, hogy kiugorjunk enni valamit, vagy talán moziba. De a valóság olyan messze állt az álomtól, hogy rohadtul elszomorodtam. Begomboltam a nadrágomat, és összenéztünk. Készen állsz rá? Akármi is az az izé? Ked biccentett. Szinte félek, mit akar majd mutatni nekünk. Veled érzek. Most már minden lehetséges. Megálltam a csukott ajtó előtt, és felé nyújtottam a kezemet. Amikor beletette a sajátját, magamhoz rántottam, átfogtam a derekát, felkaptam, és alaposan megszorongattam. Halk mindennél értékesebb nevetése a fülemben csengett. Összenyomsz. Hm. Leraktam és homlokon csókoltam. Akármi jön, ne feledkezz meg a terveinkről. Úgy éreztem fontos, hogy emlékeztessem. Ellágyulva nézett fel rám. Az esküvői terveinkről. Pontosan. A fül füléhez hajoltam. Mert ha van valami igazán torz dolgot kell kint megnéznünk, és szerintem ez lesz a vége, inkább arra gondolok, amikor majd felhajtom a szoknyádat és eléttértelek. Istenem, nyögte ki. Amikor nevetve elhúzódtam tőle, láttam, hogy rákförösre pirult. Te, te, én mi? Megrázta a fejét és ny nagyot nyelt. Nehéz veled bírni. Vigyorogva nyitottam ki előtte az ajtót csak utána cica. És amikor kilépett, szépen rácsaptam a fenekére. Kett megugrott, megpördült, és sötét pillantást vetett rám. A legkisebb megbánás nélkül nevettem rá, az élet efféle apró dolgait tettek boldoggá. Árcsen nem foglalkozott a jelenettel, vagyis szerette volna megtartani minden testrészét. Követtük a folyosón egy lépcsőn, és egy újabb folyosónát végül egy dupla üvegajtóhoz értünk. Bent valami irányító központ kapott helyet, de olyan, amit a náza is elfogadott volna. Ez micsoda? Aminek gondolod. Amikor rámerettem, rájöttem, hogy Árcsár mosolya nem őszinte. A bázis irányító központja. Műholdak, rakéták és minden egyéb érdekessébb küldi az adatokat. Kett az órát a de csendben maradt. Árcsár benyitott. Kicsit sem lepett meg, hogy düköt látom az egyik főhelyen, és a lába megint fent pihen az egyik fehér pulton, bokában keresztre vetve. Dobozos üdítőt ivott, a fejem ingattam. Nancy a terem elejében állt, a karját szorosan összefonta maga előtt, és olyan arcot vágott, mint aki valamilyen savanyú dolgot szopogat. Mellette egy teljes katonai díszbe öltözött férfi állt, annyi fényes gombot és sújtást viselt, hogy sejtettem, még lehet vele gondunk. A személyzet egyébként katonákból állt. Mindannyian fájhallgatót viseltek, és a monitorokon követték, hogy áll, amit éppen csinálnak. Néhányan felénk pillantottak, amikor beléptünk, de egyikünk sem lepődött meg. Lük előtt a falon egy hatalmas képernyő villogott. Az acélszürke szemű világos barna hajú férfira pillantottam. Ki az a segfej? Kett szeme kitágult. Lük olyan hangot adott ki, mint aki nehezen nyeli vissza a nevetését, de megfordult, hogy szembenézzen velünk. Jesszusom, hát tudtam, hogy van, kell valami oka legyen, amiért bírlak. Húrá, morogtam. Nancy nem vidult fel, a férfi felénk fordult és kihúzta magát. Ez itt Jonathan Eaton tábornok, az Egyesült Államok légierejének legmagasabb rangjú tisztje. Szólalt meg hidegen, mintha minden szavával ütni akarna. Talán mutathatnátok egy kicsit több tiszteletet. Hogyne, vágtam rá és felvontam a szemöldökömet. Meg kell hagyni, hogy is hívják tábornoknak arcizmas emrezzent. A bosszúság legkisebb jelenélkül nézett rám. Tudom, hogy nincs valami jó véleménye a kormányzat embereiről, jelentette ki, de biztosíthatom, jelen pillanatban nem mi vagyunk az ellenség. Fentartom a jogot, hogy azt majd én döntsem el. Lestem a képernyőre. Egy nagyvárosról készült távoli légi felvételt mutatott. Éppen ki tudtam venni rajta a felhőkarcolók tetejét és egy kék foltot, ami az óceán lehetett. Érthető, felelte újra magára vonva a figyelmemet. Csak azt hadd tegyem hozzá, hogy nekem soha nem volt bajom a maga fajtával. Nekem sem a maga fajtával, vágtam rá. Amíg gyakorlatilag el nem raboltak és el nem kezdtek rémes kísérleteket csinálni velünk, szét nem szakították a családunkat, és úgy általában nem váltak nyűk ki a nyakunkon. Nancy elvörösödött, de hallgatott. A tábornok azonban visszavágott. Sokan nem voltunk teljesen tudatában, mi a dédelüsz teljes tevékenységi köre, vagy hogy miként tesznek szert a luxenekre és hibridekre. A jövőben mélyreható változások várhatóak. Ő is a nagyfejűek egyike, akik lenyomták a dédelüst, Szólalt meglük. A kezét most a tarkója mögött kulcsolta össze, és fogalmam sem volt, hova lett az üdítős doboza. Sikamlós tekintete végigfutott Nancy alakján, Ajka riasztó mosolyra húzódott. Szerintem már-már jó fej. Ez sokat jelent nekem, jegyezte meg a tábornok szárazon. Elcser köhintett, gyanúsan nevetésnek hangzott. Lehet, hogy nem mindenről gondolkodunk ugyanúgy, fordult hozzám a tábornok. És soha nem lesznek szavaim, amik jóvá tehetik, ami a családjával és a szeretteivel történt. Komor pillantást vetett Nancy felé. Akik a dédelűsz ízléstelenebb részleteiért felelnek, megkapják méltó büntetésüket. Kett eltátotta a száját. Várjunk csak. Léptem közelebb hozzá, pedig eddig sem álltam távol tőle, most gyakorlatilag fölém, fölé tornyosultam. Nagyon szép dolog, hogy barátkozik pár luxennel, de mégis mi a fenéért bízik meg bennünk éppen most? És mi miért tegyük ugyanezt? A tábornok felszegte az állát. Tudom, hogy nem hiszik, hogy ön meg a bátyja az egyetlenek, akik átváltoztattak egy embert, akikhez mély érzések fűzték sőt azt feltételezem, hogy gyanítják, sokan vannak a világban, akik bármiáron megvédenék emberi szeretteiket. Tudom, hogy ez a kötelék elősebb, mint az újonnan érkezetteké. Ebben biztos vagyok. Hogy lehet ez? kérdezteket. Mert a lányom és a férje is itt van a bázison. Felelte a tábornok rám pillantva. És igen, a vejem luxen. Éreztem magamon kett pillantását, amíg a tábornokot néztem. Valami elcseszett okból a rengeteg szar közül ez rendített meg a legjobban. Nem bírtam megállni, felnevettem. A lánya hozzám egy luxenhez. Nancy úgy elhúzta a száját, hogy azt hittem, beszakad az arca. Öt éve házasok, felelte a tábornok. Karba tette a kezét, az egyenruha megfeszült a vállán. A lánya egy luxennel él, és maga szerint mégis rendben volt, amit Nancy csinált velük. Velünk? csattant felket hangosan, haragosan, villámló szemmel. A tábornok szégyenkező arcot vágott. Mint már mondtam, bizonyos dolgokról nem volt tudomásunk. Ez nem mentség, vágott visszaket, és a pokolba is éreztem, hogy egyre jobban feldühödik. A tábornok szája sarka megrándult, mintha egy mosolyjal küszködne. A lányomra emlékeztet. Nancy elfordult, és megesküdtem volna rá, hogy a plafóra emelte a tekintetét. Tudom, hogy semmivel sem tehetem jóvá a múltban történteket. Legfeljebb azt ígérhetem, hogy nem fognak megismétlődni. Ezt megígérem. A tábornok mélyet lélegzett. Jelen pillanatban azonban egy előre nem látott globális katasztrófával szembesültünk. Ez minden figyelmemet igényli. Globális katasztrófa, vonta fel a szemöldökétlük. Ez olyan hihetetlenül drámainan hangzik, és... Egy tompa sípolás szakította félbe, benyúlt a zsebébe és előhúzta a mobilját, aztán a padlóra tette a lábát és komor arccal talpra ugrott. Muszáj elintéznem valamit. Hátra sem pillantott, úgy futott az ajtó felé, szabad keze ökölbe szorult. A fejemben egymás után gyulladtak ki a figyelmeztető lámpácskák. Még sosem láttam lüköt ilyen, ilyen zaklatotnak. Semmi baj, szólalt meg a fejemben. Ennek az ügynek semmi köze a tiétekhez. Mondd, hogy üldözési mániám van, de ezzel rohadtul nem fizettél ki, feleltem. A tábornok tiszta, válaszolta Árcser, és a szemembe nézett. És megmondtam, Lük ügyének nincs hozzá köze. Még mindig nem győzött meg teljesen, úgyhogy a biztonság kedvéért átkaroltam ketvállát. A pillantásom nem nancy a tábornokra ugrott majd vissza. Elbizonytalanodtam. Mi is történik éppen? Hol a párod? Tudakoltam. Das Meghalt, fordult felém Nancy. Kett megmerevedett áltában. Hogyan történt? Harcba bocsátkozott egy Luxennel Vegas határában, közölte Nancy sötéten. Tessék, legyetek boldogok! Hát, álmatlan éjszakáim nem lesznek, vágtam rá és álltam a pillantását, amíg félre nem nézett. De ser, na, talán nem volt totálisan pszichopata, mint Nancy, de szerepelt a kivégzendők című listámon de most legalább kihúzhattam a nevét. Éton tábornok, szólalt meg egy férfi a legnagyobb monitor mellett, feszes vigyázállásban. Öt percnyire vagyunk. Öt percnyire, de mitől? Szinte végig sem gondoltam, a monitoron váltott a kép. Az épületek teteje élesebben rajzolódott ki, és megjelentek a bedugult utcák is. Egyes területeken a szürke füst mindent eltakart. Ez mi? Lépett előre kett ki a karom alól. Árcserre néztem. Egyszerre megértettem, hogy ezt akarta mutatni. Mi folyik itt? A tábornok a terem közepére lépett, el a kisebb monitorok és billentyűzeteken kopácsoló emberek mellett. Ezzel vetünk véget az inváziónak. Visszafordultam a monitorok felé. Rohadtúr rossz előérzetem volt. Négy perc, jelentette egy másik férfi. Na igen, ha megkezdődik a visszaszámlálás, annak sosincs jó vége. Kett újra kérdezett, de én csak bámultam a város pislákoló fényeit a képernyőn. Egy gondolat kezdett formát ölteni a fejemben. Az ott Los Angeles, magyarázta a tábornok. Nagy számú megszálló. Luxen ért ott földet, és mind emberi alakot öltöttek, javarészt kormánytisztviselőként és egyéb hatalmi funkciók bir birtosakiként. Gyorsan elsajátították azon emberek DNS-ét, akik elég idősek voltak a család alapításhoz. Vannak belső hírforrásaink, akik friss információkkal szolgálnak, de tegnap estére a város feletti ellenőrzés teljes mértékben kicsúszott a kezünkből. Hűha! Kett átölelte saját magát, úgy figyelte a képernyőt. Emellett elvesztettük Houston-t, Chicago-t és Kansas-t is, szólalt meg Nancy. pillanatnyilag ennyitől tudunk. Az egyetlen város, ahonnan távol tudjuk tartani a luxeneket, az Washington, de a megszállók félelmetes erőket csoportosítanak köré. Alexandria, Ellington, Montrainer és Silver Spring jóformán kizárólagos uralmuk alatt áll. A pokolba. És arról sem tudunk, hogy lennének originek Washingtonban, akik az esetleges megszállók oldalára álltak volna, folytatta a tábornok. Reméljük, hogy ez így is marad, de felkészültünk az ellenkezőjére. Három perc. A számláló férfi hátára meredtem. Mi lesz három perc múlva? Kett megfordult, sápat volt az arca, és tudtam, ugyanarra gondol, mint én. Nem szép dolgokra. A luxenek megállítására minden lehetséges módszert fel kell használni, ami minimális emberveszteséggel jár. A tábornok mélyet sóhajtott, a válla megemelkedett. Ez természetesen behatárolja a lehetőségeinket. Árcser ellökte magát a faltól és közelebb lépett, mintha azt várná, hogyha a gyanú megerősítést nyert, fellopróbban a fejem. Az Egyesült Államok elnöke, a védelmi miniszterrel egyetértésben jóváhagyta az EMP fegyver kísérleti bevetését Los Angeles felett, fejezte be a tábornok. Én csak bámultam rá. EMP, kérdezte kett, elkerekedő szemmel. Elektromágneses impulzus. Fegyverként több, nem lukreális, úgynevezett e-bomba formájában alkalmazható, magyarázta a tábornok. Rosszul léttört rám. A robbanást követően a PEP fegyverekhez hasonló hatást fejt ki, de mivel a detonáció nagyjából 100 méteres magasságban következik be, a hatás kiterjedtebb területet érint. Az emberveszteség várhatóan minimális marad, beleszámítva a szívbetegeket és azokat, akik valamelyest egyéni rendellenesség miatt érzékenyek egy ekkora magnitódójú elektromágneses hullámra, és akik jelenleg létfenntartó rendszerekre szorulnak. Két perc. Magasság 210 méter. A jelentést statikus zörejjel kísért rádiós bejelentkezés erősítette meg. Archer egészen közel állt hozzám. A legtöbb ember csak egy villanásnyi fájdalmat érzékel majd, és pillanatnyi bénulást, folytatta a tábornok. Kett visszafordult a monitor felé. Az EMP azonban azonnali halált jelent a hatótávolságon belül minden Luxen, hibrid és origin számára. Szent szar! Megértettem, miért van erre szükség. Valamit tenni kellett a megszálló Luxenek ellen. Ugyanakkor a hugom is köztük volt, bár remélhetőleg kellően messze ellétől, és biztos, hogy a városban éltek az ártatlan luxenek és hibridek, talán originek is, akiknek fogalmuk sincs mizuhan éppen a fejükre. Ártatlanok fognak meghalni. Emberek és luxenek. Bólintott a tábornok, mintha a gondolataimat olvasná. De fel kell áldoznunk néhány életet, hogy sok másikat megmenthessünk. A monitoron a kép őrülten vibrálni kezdett, aztán helyreigazodott. A nagyítás ismét változott, most már látni lehetett a talajszinten zajló életet is. Nem csak ennyi a hatása, szólalt meg Árcser halkan. Az EMP-t eredetileg más célra fejlesztették ki. A tábornok bólintott. Eredetileg olyan pusztító fegyvernek szánták, ami minimalizálja az emberveszteséget, minden elektronikus eszközt és áramfordást visszafordíthatatlanul károsít. Szent szar! Csak ennyit voltam képes végig gondolni. Ez mindent érint, suttogtak -t. A város egészét. Telefonokat, autókat, kórházakat, kommunikációt, mindent. Egy perc, magasság 120 méter. Gyakorlatilag a középkorba veti vissza Los Angeles-t. is a nagy képernyőt nézte. Történelmet írunk, csak éppen olyan fajtát, amit nem lehet újraírni. Ezt nem tehetik, nyögtem ki. Ket is a fejét rázta. Nem, az embereknek szükségük van az áramra. Ártatlanok, és az egész eddigi életüknek vége szakad, nem, nem lehet. Most már igazán késő, csattant fel Nancy, sötét szeme szikrákat szórt. Ez az egyetlen esélyünk, hogy megállítsuk őket. Csak így biztosíthatjuk, hogy az emberiség számára egyáltalán legyen holnap. Kinyitottam a szám, Ám ekkor ismét megrecsent a rádió, és elkezdődött a visszaszámlálás húsz másodperctől. Semmilyen módon nem állíthattuk meg, csak vártuk, hogy megtörténjen ott a szemünk előtt. Kett mellé léptem, de a tekintetem nem vettem le a képernyőről. Autók haladtak a kivezető utakon, megpróbálták elhagyni a várost. Talán luxenek ülnek azokban a kocsikban, jók és rosszak, talán szívbeteg emberek. Az épületek némelyike kórház, ahol sokak számára eljött az utolsó lélegzet. És akkor megtörtént. Kelt a szájához kapta a kezét, éles fényvillant fel egy pillanatig hullámzott a kép aztán visszaállt. Minden ugyanolyan volt, mint néhány másodperccel korábban, kivéve, hogy az úton minden autó megállt, semmi nem mozdult. Az egész város sötétbe borult.